Ahogy mondani szokták, teljes gőzzel készül az új bajnoki évadra a PLE futballcsapata, amely a tavaszi szezonban nagy nehezen megőrizte a megye egyes tagságát, azaz bennmaradt. Sajnos azonban, mint azóta kiderült, ez az erőfeszítés hiába való volt, hiszen az együttes nem a megye egyre, hanem a megye kettőre készül, mivel oda neveztek be a vezetők. Hát igen, sajnos megye másodosztályba indulunk el. Ugye nagyjából 2 hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk, értékeltük az előző szezont, akkor átbeszéltük azt, hogy a két célunk, a két fő célunk az átigazási időszakra az az, hogy egyben tartsuk a csapatot, illetve 2-3 meghatározó játékos tudjunk igazolni, ugyanis a tavaszi szezonunk az nem alakult túl jól, és mindenképpen szerettünk volna egy megye egyes stabil csapatot kialakítani. Ez a két tényező nagyon fontos volt. Aztán, hogy sajnos, mint utóbb kiderült, nem volt szerencsés számunkra az, hogy idősebb Gulyás Gyula lett az edző kenderesen, ugyanis több játékosunkat is nagyjából a csapat 90%-át megkereste, horribilis, irreális összegeket javasolt és ajánlott a megye első osztályhoz képest, így 3 játékosunk elment kenderesre. Illetve egy játékosunk eligazolt Bárándra, ugye Fülöp Andrissal is felvettük a kapcsolatot, ő lett Bárándon az edző, ő már azért más stratégiát választott, tehát ő megkeresett minket, beszéltünk róla, akkor még megye egyre készültünk, tehát úgy kezdtük el a felkészülést is, hogy megye egybe leszünk, ő a Horvát Imrét szerette volna mindenképpen leigazolni, mi támogattuk abban, hogy a mínusz sokat fog tudni neki segíteni. Aztán megsérült a Szalóczi Zoli az utolsó fordulókban, a Szabó Péter munkai elfoglaltság miatt eligazolt, jobban mondva abbahagyta a futballt, illetve a Jánbor Máté Sári Tudvariba igazolt, tehát az az elsődleges célunk, hogy megtartsuk a csapatot, nagyon nem sikerült, 7 játékos is elment. Igazolni az átigazási időszakban nagyon aktívan részt vettünk egyébként, és próbáltunk idehozni játékosokat, de azok az igények, amiket azok a játékosok, akik esetleg erősítésnek tekintetőek voltak, nem tudtuk, és nem is szerettük volna kielégíteni. Így elmentünk egy edzőmérkőzésre Hajdúszoboszlóra, nagyon csúnya vereséget szenvedtünk, majd a szintén visszalépett Kabával játszottunk egy döntetlent, és múlt hét csütörtökön nagyjából az 27-én, 26-án, július 27-én, 26-án szakmailag úgy döntöttünk, hogy ez a keret sem mennyiségben, sem minőségben nem fogja tudni a megye egyet vállalni. Nem azért, mert nem bízunk a játékosokban, hanem azért, mert a tavalyi év is a tavasszal nagyon nyögvenyelős volt, ehhez 7 játékosunk még elment, és igazából minőségbe 1-2 játékost tudtunk hozni. Így úgy éreztük, hogy óriási öngyilkosság lenne a megye első osztály. Nyilván azzal kapcsolatban, hogy ezt emellett döntöttünk, azonnal próbáltuk a pozitívumokat és az előnyöket, lehetőségeket a megye első osztályba megtalálni, és mindenképpen az lenne a célunk, az elsőleges cél, hogy a dobogón legyünk, a fő célunk meg, hogy megnyerjük a bajnokságot, azoknak a fiatal játékosoknak lehetőséget nyújtva, akik esetleg a megye első osztályban nem kaptak volna annyi lehetőséget. Nagyon pozitív volt az, hogy a srácok amellett, hogy a megye kettőt választottunk, mindenki maradt, attól függetlenül, hogy ezután újabb megkeresések érkeztek azért Kenderesről. Nagyon meglep engem egyébként, hogy a Kenderes a Püspökláni futballtérképen nincs fent, tehát egy Szolnok megyei csapatról van szó. Ilyen lehetőségekkel nem nagyon értettük, hogy a megye első osztály kieső jelöltje az, aki onnan igazolni szeretnének, nem környékben, de hát azért mindenki, vagy legalábbis a legtöbb ember a saját igényeit veszi első körbe, és nincs ezzel baj. Mindenképpen szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy ezért, hogy a megye kettőbe vagyunk, senkit nem hibáztatunk, csak mi vagyunk a felelősek, a vezetőség, a csapatnak a vezetői, és sajnálatos módon az a rengeteg energia, amit belefektettünk, az egyelőre nem térült meg. Amikor lejátszottuk azt a 2 edzőmeccset, amink eddig volt, és ugye láttuk a csapat teljesítményét, nagyon kevés időnk volt arra, hogy döntsünk. Igazolni sajnos nem tudtunk, voltak még függőben játékosok, de úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy velük sikerülne az, amit eltervezünk. Úgyhogy ezt a fájó döntést meg kellett hoznunk, hogy visszalépünk a megye első osztály küzdelmeitől. Nem akartuk kitenni magunkat még egy olyan évnek, amilyen tavaszt átéltünk. Időközben az is kiderült, hogy nem a PLE az egyetlen csapat, amelyik visszalépett a megye egytől, hiszen a Kaba és a Dase sincs ott a mezőnyben, amely így igencsak foghíjassá vált. Így a megszokott 16 gárda helyett mindössze 14 várja a megye egyes rajtot. Nagyon érdekes volt az, amikor a Hajdúszoboszló bejelentette az MB3-tól való visszalépését, akkor már gondoltuk, hogy
Ennek azért nem csak Hajdú-Szoboszlón lesz nyoma, hanem itt a környéken, a megyei futballban is, és elsőként a szomszéd települést, Kabát érintette meg, ugye ott azért közel 7 vagy 8 hajdú-szoboszlói játékos alkotta a csapatnak a gerincét, ők minden visszatértek Hajdú-Szoboszlóra, talán azóta egy-két kivétel azért mégis maradt, úgyhogy Kabán és azt látták a leghelyesebb megoldásnak, hogy visszalépnek a megye egy küzdelmeitől, és a megye kettőben folytatják. Emellett a Dasénak a felnőtt csapata, aki azért a középmezőnyben van évek óta a megye egybe, őt teljesen megszűnt, tehát még megye kettőbe sem vállalta, ugyanis onnan két csapat, egyrészt a Hajdú-Szoboszló igazolt több játékost, illetve a Bistrong, illetve az edzők is, a Kovács Miki máshova tette át a székhelyét, tehát egyenes következménye volt annak, hogy ott szinte csak a külföldi játékosok maradtak. Úgyhogy ez egy igen nehéz hét, ami mögöttünk van. Nem is biztos, hogy olyan könnyen tudok most erről beszélni, de nyilván nem csak az örömök, hanem a rossz dolgok is ugyanúgy tartoznak mindenkire. Én úgy gondolom, mint más, és ilyenkor is ki kell állni a kamerák elé. Annak örülünk, hogy ennek ellenére a csapatnak a teljes kerete, aki maradt, az mind vállalta a megye kettőt. Én ezt megköszönöm egyébként mindenkinek, mert ez egy bizonyos lojalitás a klub felé is, és reméljük, hogy azért, még ha nehezen is, de a megye kettőbe vissza tudjuk nyerni majd a renoménkat, és új célokat tudunk kitűzni. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az a megye kettő déli csoport, amiben mi vagyunk, ez nem lesz egy egyszerű történet. A megye kettőbe egyébként 21 csapat nevezett, akiket két csoportba sorolt be a szövetség. 10 az északi, még 11 gárda a déli csoportban küzdhet majd meg egymással. Azt tudni kell, hogy itt déli csoportban azért komoly múltal rendelkező településeknek a csapataival fogunk versengeni. Ilyen a tavaly visszalépett megyes osztálytól szintén visszalépett Derecske, itt lesz a Kaba, itt van a Nádudvar, Földes Báránd, Konyár, a Blondival, ugye Szentpéterszegen, Komádiba el kell menni, Ebesen se lesz egyszerű, ott összevonták a megye 2, megye 3-as csapatot, közel 40-en vannak, és azért itt vannak futballisták, ugyanis a megye 2-t azt úgy kell elképzelni, hogy olyan játékosok alkotják a csapatokat, akiknek azért futballmúltjuk van, és már a megye 1-be munkájuk, családi elfoglaltság, egyéb dolgok miatt nem feltétlenül van idejük arra, hogy heti több edzést is megcsináljanak. Itt a megye 2-be egy edzésre, vagy esetleg több helyen is van olyan, ahol például nincs edzés, összejönnek hétvégén, és igazából az amatőr sportnak a szeretetéért játszanak, de futballisták alkotják ezeket a csapatokat. Úgyhogy meggyőződésem, hogy fogunk jó mérkőzéseket játszani. Mi arra számítunk, hogy ebben az évben is újra be tudunk nevelni 2-3 fiatal játékost az utánpótlásunkból, akik a későbbiekben megállhatják a helyüket itt is, vagy esetleg egy magasabb osztályban, mert azért az nem titkolt célunk, hogy mi nem a megye 2-be szeretnénk évekig ragadni, de azt sajnos tudni kell, meg látni kell, hogy a futball térképén Hajdú-Bihar megyében földrajzilag is, meg minden egyébben sajnos elég rossz helyen vagyunk, messze vagyunk a debreceni agglomerációtól, és már most egyértelműen az látszik, hogy azok a csapatok, azoknak a városoknak a csapatai erősödnek, illetve tudnak megye első osztályú csapatokat, gárdákat kialakítani, akik azért Debrecentől egy 20-25 kilométeres vonzáskörben vannak. A PL-e tehát a másodosztályban kezdi majd meg az idei pontvadászatot, méghozzá augusztus 19-én, amikor is Báránd csapatát látja vendégül.